hiteles evangelizáció, vagy pedig hitetés az, amit mi teszünk, hirdetünk, illetve végzünk az embertársainkért. Úgy gondolom, hogy ez a kérdés ez mindannyiunknak a zsigerébe vág. Lehet, hogy néhányan úgy érzitek, hogy bizonyos szókimondó igazság sértő. Mégis azt gondolom, hogy a dolgokat ki kell mondani nagyon egyenesen. Én személyesen, ahogyan telik az idő, már kezdem unni azt, hogy bizonyos kliséket mondunk ki, és nem tudjuk ezek mögött a tartalmat rendesen kontrollálni és átgondolni. Ha most megkérdezem tőletek, hogy hányan hisztek az imádság erejében, hadd nézem a kezeteket. Látjátok, ez egy klasszikus példa. Én nem hiszek az imádság erejében. Én az Isten erejében hiszek. Az imádságnak nincs ereje. Ismerek olyan muzulmán barátaimat, akik naponta ötször imádkoznak, és semmi eredménye nincsen. Az imának önmagában nincsen ereje. Az imádság, kérlek szépen, az egy eszköz. És hogyha én az eszközben hiszek, ahelyett, hogy az eszköz másik végén a mindenható Istenben hinnék, akkor óriásit tévedtem. És ez a problémánk nagyon sok esetben, amikor bizonyos dolgokat elkezdünk mindenféle újragondolás, vagy a gondolkodásunk használata nélkül gyakorolni. Hitetés zajlik mindenhol, és ezt egyszerűen tudomásul kell vegyük. Az a kérdés, hogy behódolunk ennek, és mi is követjük ennek az áramlatnak a folyamát, vagy pedig mi ellen fogunk állni ennek. A híradóban hitetés zajlik. Testvéreim, hogyha ti csak egy forrásból nézitek a híradót, akkor jól becsapnak benneteket. Ma a szenzáció hajhászás megy mindenhol, és ezért minden híradás egyfajta értelmezése a tényeknek. Jobb utána járni ezeknek. Csak gondoljatok bele abba, hogy mit tehetne mondjuk az adventista közösség világszinten. Szinte minden országban jelen vagyunk, és mi lenne, hogyha az adventisták kezdenének tudósítani az eseményekről. Egy olyan hálózatot tudnánk létrehozni, amit Karcsi barátom abban a pillanatban elismerne, és azt mondaná, hogy ha ti azt mondjátok, hogy fehér, akkor fehér, ha ti azt mondjátok, hogy fekete, akkor fekete, nem pedig szenzáció hajhász módon elkezdünk mondani bizonyos féligasságokat, nem mutatjuk be a tényeket, és jól becsapjuk az embereket, akik nézik. A reklámokban hitetés zajlik. Vedd meg ezt, és akkor úgy fogod érezni, hogy. De olvasd el az apróbetűs dolgokat, mert az apróbetűs leírja, hogy egyáltalán nem működik egyébként az, amit el akarunk adni neked. Nekünk a pénzedre van szükség, aztán viszontlátásra. Az iskolákban hitetés megy. Elhitetjük a gyerekeinkkel, hogy ők a puszta véletlen termékei, őket senki nem akarta erre a földre, nem szereti senki őket, és nincs semmi jövőjük. Hát ez lenne a 21. század, ezért engedjük az iskolába a gyerekeinket, hogy agymosást gyakoroljanak rajtuk. Hitetés zajlik a politikában. Ahogy említettem délelőtt, én annyira politizálok, amíg imádkozok azokért az emberekért, akik vezetik a különböző országokat. De nekünk felelősségünk van ilyen téren is. Sajnos hitetés zajlik az egyházakban is, a mi egyházunkban is. A brokkoli szerinti evangélium az legalább olyan veszélyes, mint a Mária hit. Mind a kettőbe vetett hit elvezeti az embereket Istentől. Hitetés zajlik a sportban. Elhisszük azt, hogy azok a teljesítmények, azok tiszták. Nézzétek meg az orosz atlétikát, miért zárták őket ki a riói olimpiáról. Hitetés zajlik a gyógyszertárakban. Amikor azt gondoljuk, hogy ezek a gyógyszerek tényleg csodákat fognak művelni, és hadd mondjam azt, hogy nem az orvostudomány, és nem a tiszta egészségügyi elvek ellen szeretnék szólni. Csak belefáradtam abba, amikor kis isteneket gyártunk különböző elvekből, különböző filozófiákból. Hitetés zajlik a különféle szemináriumokon. Gyere el, felépítjük az önértékelésedet, gyere el, rámutatunk arra, hogy mindenki hibás, körülötted csak te nem, gyere el, sikeres
vállalkozó leszel, sikeres ember leszel. És igazán megint csak arról van szó, hogy vagy toborzunk embereket, vagy pedig csak a pénzükre van szükség. A hitetés veszélyes. Az utóbbi évtizedekben az ördög mesterfokra fejlesztette, és annyira kis árnyalatnyit változtat az ige üzenetén, hogy szinte észre sem lehet venni. Nagyon hamar meg fogjuk nézni, hogy nagyjából hogyan látjuk egyébként az üdvösségről szóló tanítást, és rá fogunk jönni, hogy akármennyire vigyázunk, még a mi felfogásunkba is oda van téve ez a kis buktató, ez a kis csúsztató. Nagyon sokszor elhallgatjuk az üdvösségnek a fontosságát. Már minden fontos. Minden fontos, tehát elkezdve a társadalmi élettől, egészen az egyénnek a különböző úgy szociális, pszichikai, fizikai életével kapcsolatosan, csak éppen az üdvösség nem fontos. Sajnos nincs szembesítés a bűnös és a megváltó között, pedig erre kellene igazán koncentrálni. Tehát nekem nem az a feladatom, hogy csak beszéljek az embereknek, hanem az, hogy találkoztassam ezeket az embereket a megváltóval. Amikor az utóbbi utazásaimban megkérdezik az emberek, hogy mivel foglalkozom, azt mondom nekik, hogy én befektetésekkel foglalkozom. Kérdezik, milyen befektetésekkel? Ahogy Karcsi mondta, az embereket a pénz érdekli. És erre azt mondom, hogy örök befektetésekkel foglalkozom. Mert azt szeretném, hogy minden egyes beszélgetésben, minden egyes találkozásban egy örökkévaló befektetés legyen. Pszichológiai eszközökkel az ént erősítjük. Nem a pszichológia ellen akarok beszélni, de sajnos vannak a pszichológiának, mint tudománynak olyan ágai, amelyek rendkívül veszélyesek az üdvösségre nézve. Elméletivé tesszük a megtérést. Hát testvéreim, ahhoz, hogy valaki adventista legyen most, az gyakorlatilag el kell olvasson 28 tanulmányt, és erre a 28 tanulmányra azt kell mondja, hogy igen. És kész, adventista. Nem kell személyes kapcsolata legyen Jézus Krisztussal, fogalma nincs, hogy hogyan kell imádkozni, fogalma nincs, hogy hogyan kell egy nehézségből Isten fele haladni. Egyszerűen itt, az agyban eldől, azt mondom, hogy 28 tételt ismerek, igen a válaszom, be lehet vinni az illetőt a keresztelő medencébe. Jól van ez így? Végig gondoltuk egyáltalán, hogy mit csinálunk mi? Tehát milyen érdekes lenne, hogyha azt mondanánk, hogy ahhoz, hogy valaki Jézus Krisztus követője legyen, ahhoz elsősorban meg kell ismerje őt személyesen, másodszorban meg kell lássa a saját bűnösségét, és változtatnia kell az életének az irányán, és harmadsorban ismernie kell Jézus Krisztus alapvető tanításait. Mi lenne, hogyha ezt tennénk? Tudjátok, mi lenne? Megtért emberek lennének a gyülekezeteinkben, nem pedig olyanok, akiket babusgatni kellene aztán évtizedekig. Mert ez a problémánk, hogy az elmélettel nagyon jól állunk, a gyakorlattal viszont nem. Jézus, amikor egy ilyen elméleti emberrel találkozott, és ez az elméleti ember megkérdezte, hogy melyik a nagy parancsolat, és így tovább, Jézus visszakérdezett, és azt kérdezte, hogy szerinted. És erre ő azt mondta, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, erődből, lelkedből, stb., és szeresd fel a barátodat, mint magadat. Jézus erre azt mondja, helyesen feleltél csillagos ötös elméletből. Nem vagy messze az Isten országától. Mit jelent ez? Nem messze lenni valamitől azt jelenti, hogy azon kívül vagy. Majdnem elérni a vonatot azt jelenti, hogy lekésted azt. Az elméletet ismerni azt jelenti, hogy még kívül vagyok az Isten országán, nem léptem be, mert nincs meg a személyes kötelékem Jézus Krisztussal. Ki a hiteles keresztény? Három dolgot hadd mondjak el ezzel kapcsolatban. Az első az az, akkor vagyok hiteles, ha hiteles vagyok a bűnösségemben is. Ha fel tudom azt vállalni, hogy én egy bűnös ember vagyok, de egy megváltott bűnös. Továbbra is az identitásom az, hogy bűnös vagyok, és szükségem van a megváltóra folyamatosan, mert abban a pillanatban, amikor kilépek ebből, és azt gondolom, hogy én a saját erőmből meg tudok állni, a legnagyobb tévedést követtem el, lemondtam a megváltóról, autonómiát akartam az életemben. A hiteles keresztény az, aki nem mutat az embereknek egy szuper keresztény arcot. Nem azt mondom, hogy az én életemben minden perfektül jól működik. Nem. Nem játssza el a bűntelent. Hitelesnek lenni a bűnösségemben azt jelenti, hogy hiteles vagyok abban, amit elkövettem.
Az ember arra törekszik, hogy Isten akarata szerint éljen. Hogy az életén Isten akarata ábrázolódjon ki, de ez nem megy. Ez fából vaskarika. Épp ezért van szükség a kegyelemre. A kegyelem hiteles hirdetése épp a bűnösség miatt lehetséges. Testvéreim, az adventista közösségnek az egyik legnagyobb hibája az, és gyengesége, hogy mi nem ismerjük a Jóisten kegyelmét. Mert mi soha nem voltunk bűnösök. És mivel mi nem voltunk bűnösök, ezért nem volt szükségünk a kegyelemre. Ha egyszer az életben legalább elismernénk, hogy mi is bűnösök vagyunk, nekünk is szükségünk van a kegyelemre, sokkal hitelesebben tudnánk bűnösöket hozni a megváltóhoz. De mivel mi szuperszentek vagyunk, ezért nem találkoztunk az Isten kegyelmével. Emlékszem, egyszer Maurice Vendentől megkérdezték, hogy mit tegyünk azért, hogy egyáltalán megismerjük a Jóisten kegyelmét. És ő azt válaszolta, hogy vétkezzetek legalább egyszer. Hogy tudjátok meg, hogy milyen az, amikor muszáj oda menni az Istenhez, és azt mondani, hogy bocsáss meg nekem. A másik dolog, amit ezzel kapcsolatosan el akarok mondani, az az, hogy a keresztény hitelesség a bűnvallás és a bűnbánat által jön létre. A hitelesség a tévedések következetes felvállalása. A hitelesség a bűnbánat és a bűnvallás eredménye. Az ember tévedhet. Nem vagyunk tévedhetetlenek. Az ember elronthatja az életét. És az a hitelesség, amikor rádöbbenek a bűnömre, és megvallom. Bűnbánatot tartok. Egyszerű dolog, de mivel veszitek a tekintélyemből, veszitek a büszkeségemből, ezért nagyon nehéz, mert a Lucifer bűne mindannyiunkban ott gyökerezik. És a büszkeségünk akadályoz meg a hitelességünkben. A harmadik dolog pedig az, hogy megtérés nélkül az ember csak a vétkezésben, a bűnösségben lehet következetes. Következetesen bűnös. A megtérés nem következetesség, a megtérés által leszek Isten előtt hiteles. Tehát nem fogom folytatni a bűnös voltomat, nem tartok ki abban, hogy én bűntelen vagyok, hanem oda megyek Istenhez, és azt mondom, hogy Uram, az életben egyszer szeretném úgy látni önmagamat, ahogyan te látsz. Nézzétek meg, Pál egy nagyon komoly teológus volt, még mielőtt megtért volna. Elkötelezett, vallásos vezető, fiatal, lelkes, de sajnos rossz irányba ment, és ő nem tudta, senki nem világosította fel az akkori zsidó közösségből, hogy figyelj ide, Saulus testvér, nem jó irányba haladsz. Következetesen üldözte Jézus Krisztus egyházát úgy, hogy nem tudta, hogy amit tesz, az nem az Isten akarata. Azt gondolta, hogy ez így teljesen helyes. Sajnos így csap be a hamis emberi elkölcsösség, amit Isten akaratának mutatunk be. A megtérés által leszek Isten előtt hiteles, találkoznom kell ő vele. Milyen tehát a hiteles evangelizáció? Gondoljuk végig, hogy milyen az, amikor Európába érkezik az evangélium. Európába érkezik a kereszténység. Apostolok cselekedetei 16. fejezet. Pál lát egy álmot. Ebben az álomban megjelenik előtte egy macedón férfi, aki nemzeti díszben, nemzeti viseletben jelenik meg nála, és azt mondja, hogy gyere át, és legyél segítségül mi nekünk. Ez az egyetlen egy történet a Bibliában, amikor egy angyal, vagy az Istennek a hírnöke áthív egy embert, és azt mondja, segítsél nekem. Én úgy tudtam, hogy az angyal segít mi nekünk, de ez az egyetlen történet, amikor az angyal kéri az embernek a segítségét. Miért? Mert az angyaloknak a munkája, az Isten által kifejtett munka nem volt elég látható. Látható képviselőkre volt szükség. Ezért Pál segítőjével együtt átjönnek Filippibe. Így érkezik Európába az evangélium. Ott meggyógyítanak egy ördöngös kislányt, megkárosítják a tulajdonosát, börtönben végzik. Sajog a hátuk a veréstől, és ott vannak a börtönben. És a börtönben nem egymást hibáztatják, nem azt mondják, hogy hát azért, atyafi, lehet, hogy kolozsvári töltött káposztát ettél, mielőtt ezt az álmot láttad, megfeküdte a gyomrodat, inkább nem kellett volna vacsoráznod. Nem, nincs vád, hanem tudják, hogy a körülményeket Isten alakítja. Isten dicsőítő énekeket énekelnek, és halljátok meg. Tehát én próbálom ezt végig gondolni, így emberileg.
Szerintem annyira ritmusos és jó ropogós énekeket énekeltek Pálék, hogy az Úr a trónján, ahogyan ült, elkezdte a ritmust így verni a lábával, ez olyan hullámokat indított el a világegyetemben, hogy megrázta a földünket, a földünkön megrázkodott egész Filippi, Filippiben megrázkodott a börtönnek az épülete, és kinyíltak az ajtók. Nézzétek meg, hogy ebben a helyzetben az a körülmény, amit Isten ad, a legideálisabb. Pál azt írja később, hogy tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Isten szeretik, minden javukra van, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak. A szabad börtönőr ott van a foglyok között, meg akarja ölni magát, de nézzétek meg, hogy az az éneklés, amit Pál meg Silás végez, az a börtönben tartja a többi rabot is. Nem kell a börtönőrnek öngyilkosságot elkövetnie. A hitetés és a hitélet között komoly különbségek vannak. Nézzétek meg, a hitetés az mindig kiskapukat keres. Ebben a helyzetben ez a börtönőr azt hitte, hogy itt vége az életének, mert végülis halmozottan kapta volna az összes rabnak a büntetését, az öngyilkosság az sokkal könnyebb lett volna egy kiskapu. A hitélet az megoldást ajánl. Azt mondja, hogy ne tégy kárt magadban. A hitetés kárral oldja meg a problémát, gondoljatok a családjára ennek a börtönőrnek. A hitélet az nyerességgel oldja meg a problémát, illetve nyerességgel oldódik meg. A hitetésben pánikszerű tettek vannak, a hitéletben pedig egy nyugodt Istenre hagyatkozás. A hitetésben negatív gondolatokig jut el az ember, a hitéletben pedig Isten dicsőíti, mert tudja, hogy Isten adta a kimenekedést. Van itt egy komoly kérdés, és ez a kérdés ennek a hitetésnek, vagy a hitelességnek a lakmuszpapírja. Kihozván őket a börtönőr mondta, uraim, mit kell nékem cselekednem, hogy üdvözüljek? Azaz, mit kell nekem cselekednem, hogy szabaddá legyek? Kicsit ironikus, börtönőr a szabad ember, Pálék pedig a foglyok, mégis ő kérdezi, hogy hogy lehetek én olyan szabad, hogy még a börtön se tudjon fogva tartani. Azok pedig mondának, higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. Hadd kérdezzem meg, jó ez a válasz, vagy nem jó ez a válasz? Biztos? Ma, 21. században mész a buszon, mész a vonaton Budapest felé, és valaki megkérdezi, hogy mit cselekedjek, hogy üdvözüljek, mit fogsz válaszolni? Hát én azt gondolom, hogy az út nem elég Veszprémtől Budapestig, hogy elmondjad a Lajstromot. Mert azért 28 hitelvet úgy kapásból lenyomni, az egy komoly teljesítmény. Nézzétek meg Pált, hogy Pál ki lehet számolni 5 másodperc alatt válaszol erre a kérdésre. Higgy az Úr Jézus Krisztusban és üdvözülsz. Pont. Biztos? Nem kéne Pál atyafit behívni a bizottságba, egy kicsit megcsavargatni a fülét, és azt mondani, hogy hát hogy képzeled? Hát hol van a többi tanítás? Ilyen egyszerűen odaadnád az üdvösséget ennek a börtönőrnek? 21. században az a kérdés, hogy mi az üdvösség feltétele? Van-e egyáltalán az üdvösségnek feltétele? 2 részre osztanám a választ. Az egyik az, tisztázzuk, hogy mi az Isten része az üdvösség szempontjából. Az üdvösség az Isten jelleméből fakad. Az üdvösség az feltétel nélküli szeretet, ami a fiában teljesedik ki. Ezért kapunk mi üdvösséget, mert feltétel nélkül szeretett az Isten. Az üdvösség kegyelem által van, az megint az Istennek az ajándéka. Az üdvösség azáltal van, hogy Isten meghív engem az ő családjába, visszahív a családba, mert én onnan kiestem. Az üdvösség azért történik, mert ez az Isten akarata, hogy az ember eljusson az üdvösségre és az igazság megismerésére. Isten fia önmagát adta. Nem csak arról van szó, hogy Isten adja a fiát, hanem a fiú is adja önmagát. Dupla szeretetből van az üdvösség. Mi az ember része? Az ember része vágy a jellemváltozásra. Az ember része az, hogy elismeri, hogy bűnös. Semmit nem tehetek azért, hogy szeressenek. Elismerem azt, hogy halálra ítélt vagyok.
Az utóbbi evangelizációs sorozatokon mindig kiszoktam vetíteni egy képet saját magamról, úgy, mint a western filmekben a plakátok szoktak elkészülni, hogy keressük. Felajánlanak $10,000, hogy elfogják a gyilkost. Én vagyok a gyilkos. Én vagyok Jézus Krisztusnak a gyilkosa. Én egy halálra ítélt ember vagyok. A hívás elfogadása az én részem. És az ember akarata és döntése szükséges ahhoz, hogy egyáltalán üdvösségem legyen. Igaz ez, vagy nem? És lehet, hogy most valaki azt mondja, hogy atyafi, kihagytad a 10 parancsolatot. És hol van Mózesnek az 5 könyve? Tiszta és tisztátalan ételek, tisztálkodási szokások, és stb. Miért nem írjuk fel mindezeket a listára? Pál miért nem mondja el a börtönőrnek, hogy hát azért, atyafi, itt nem elég ez az üdvösséghez, itt még sokkal több mindenről van szó. Az ember önmagát adja Istennek. Ez a két dolog szükséges, hogy Isten adja önmagát és a fiát mérettünk, mi pedig odaadjuk Istennek önmagunkat, és létrejön az üdvösség. Jézus a bűnösökért jött. Nézzétek meg, Máté 9:12-13-ban, Jézus pedig ezt halván mondanékik, nem az egészségeseknek van szüksége orvosra, hanem a betegeknek. Elmenvén pedig tanuljátok meg, mi az, irgalmasságot akarok, és nem áldozatot, mert nem az igazakat hívogatni jöttem, hanem a bűnösöket a megtérésre. Botrányos, hogy Jézus saját magát a bűnösök barátjának nevezi. Egyszerűen nem tudom, hogy hogyan viszonyulnánk hozzá egy mostani 21. században, de azt gondolom, hogy komoly problémája lenne a mi felfogásunk szerint, hogy ő folyamatosan a bűnösök pártjára áll. Miért nem tudjuk bemutatni a megváltást úgy, mint ami egyszerű, ami érthető, ami elfogadható az embertársaink előtt? Miért nem tudjuk például azt mondani, amit Pál ír a római levélben, megint egy mondat, 6 másodperc, mert minden, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Pont. Nem az van, hogy ez a bevezetés, és majd ezután következik a lajstrom, amit be kell tartani. Ebben benne van a lehető legszélesebben értendő emberiség, a lehető legegyszerűbb tevékenység, hogy felkiáltunk hozzá, benne van a lehető legnagyszerűbb személyiség Jézus Krisztus, és benne van a lehető legérthetőbb valóság, mégpedig az, hogy üdvösségünk van Krisztusban. Mi a lehető legszélesebben értendő emberiség? Ez az, hogy minden, azaz mindenki. Az eredetiben az van, hogy aki, vagy mindenki, nő és férfi egyaránt, ez a valaki. Mit jelent ez a valaki? Spurgeon azt mondja, hogy amikor ezt így elkezdtem olvasni, hogy minden, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik, behelyettesítettem a nevemet, és azt mondtam, hogy ha Charles Haddon Spurgeon segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik, hirtelen elszorult a szívem, mert arra gondoltam, hogy a történelem során már volt egy férfi, akit így hívtak, hogy Charles Haddon Spurgeon. És én így kiestem a kegyelemből. De az a jó hír, hogy a Biblia azt mondja, hogy aki vagy mindenki. És így én nem eshetek a körön kívül. Róma 10:12-ben azt mondja, hogy nincs különbség zsidó meg görög között, mert ugyanaz az Ura mindeneknek, aki kegyelemben gazdag mindenekhez, akik őt segítségül hívják. Emlékszem arra, hogy tartottam valahol egy előadást az Isten kegyelméről, és meg kell vallanom, hogy én még mindig küszködök ezzel, mert nekem is át kell élni, meg kell érezni, hogy mi az Isten kegyelme, hogy hitelesen tudjak beszélni róla. És a végén odajött valaki hozzám a kedves testvérek közül, és azt mondta, hogy tudod, atyafi, ez az eledel, ez olyan volt most számomra, mint a tejbe gríz. Mert mi kemény eledelt akarunk. Keményet, érthetetlent akarnak. Holnap megnézzük azt, hogy mi a helyzet a proféciákkal. Mi a helyzet a kemény eledellel? A Biblia szerint a kemény eledel az, amikor önállóan, felnőtt emberként tudunk dönteni jó és rossz között, és értjük a hitáltali megigazításnak az üzenetét saját életünkre nézve. János 3:16-ban sokkolóan Isten azt mondja Jézuson keresztül, mert úgy szerette Isten e világot.
Gyerekkoromban én azt hittem, hogy úgy szerette Isten az adventistákat. Kicsivel felnőttebb koromban azt hittem, hogy úgy szerette Isten a keresztényeket. Aztán így mindig szélesedett ez a kör, amíg rájöttem arra, hogy a 7,5 milliárd ember, akik itt élnek ezen a földön, azok az Istennek a gyermekei, az ő családjához tartozó emberek, és nincs Istennek mostoha gyereke. Mi az üdvösség útja a 21. században? Mi volt az üdvösség útja a gazdag ifjú számára? Mit mond Jézus? Tartsd meg a parancsolatokat. Mit mond a gazdag ifjú? Ezeket már megtartottam gyermekségemtől fogva. Jézus azért mondja a parancsolatokat, hogy megfeleljen az elvárásoknak abba a pillanatba, és tudja, hogy a gazdag ifjú azt fogja mondani, hogy én ezeket már kistriguláztam. Jézus erre azt mondja, hogy jó, törvény betűjével rendben vagy, mi a helyzet a törvénynek a szellemével, a lelkiségével, add el a vagyonodat, és gyere és kövess engem. A gazdag ifjúnak az üdvösség útja az lett volna, hogy követi Jézus Krisztust, és nem követte. Hiába tartja meg a betűt, a betű miatt megint elméletből csillagos ötös, és gyakorlatból pedig nulla. Zákeus. Ennek az ellenkezője, odaadja a vagyonának felét szegényeknek, négyszeres adóvisszatérítést ad. És Jézus azt mondja, ma lett üdvössége ennek a háznak, mert ő is az Ábrahám fia. Miért? Mert Zákeus hitt Jézus Krisztusban, hogyha őt követi, akkor nem lesz anyagi problémája. Nem lesz gazdag, de valószínűleg nem lesz anyagi problémája. Mi a helyzet a tanítványokkal? Hogyan jöttek a tanítványok Jézushoz? Hallották a hívását és léptek. Nézzétek meg Máténak vagy Lévinek az elhívását, aki ott hagyja a pénzváltók asztalát és követi Jézus Krisztust. Mária Magdolna hogyan lesz Jézusnak a követője? Ez egy gyönyörű történet, végig lehet gondolni az egészet. Azt, ahogyan Simon, aki később poklos lesz, kihasználja Máriának a védtelenségét, prostituáltá teszi, Mária elköltözik Magdalába, találkozik több ízben Jézussal, Jézus mindig megpróbálja fölkarolni őt, de nem sikerül, Mária mindig visszaesik. Jeruzsálembe lesz prostituált, rajta kapják, oda viszik a templomba Jézus elé, és azt mondják, Mózes azt mondja, halálra kell kövezni. Te mit mondasz? Mit mond Jézus? Mit mond Jézus? Felsorolja neki a hitelveket? A vádolókat elküldi, és felemeli ezt az asszonyt, és azt mondja, én sem ítélek el, eredj el, és többet ne vétkezzél. Megváltoztatja az életét. Miből változtunk mi meg? Tudjátok, a beleszületett hívőknek ez az egyik legnagyobb problémájuk, hogy sok van az agyukban, és nincs Jézus a szívükben. Nem probléma az, hogyha sokat tudunk, csak az a probléma, amikor Jézus nincs a szívünkben. Nézzétek meg Nikodémus helyzetét. Nikodémusnál megint egyértelmű az üzenet. Nem azt mondja Jézus neki, hogy olvasd végig a törvényt még egyszer, hanem egyszerűen elmondja neki, hogy úgy, ahogyan a kígyót felemelte Mózes a pusztában, úgy emeltetik fel az embernek fia. És ez a szeretet vonza magához Nikodémust. Mi a helyzet a samáriai asszonnyal? A samáriai asszonynak a megváltás útja az, hogy odajön Jézushoz, szóba elegyedik vele, és Jézus nem szégyeníti meg. Nem azt mondja neki, hogy hu-hu-hu, azért nem semmi, amit te csinálsz. Hívd ide a férjedet. Szóval nincs férjem. Szóval persze. Mert akivel most élsz, az nem is a férjed. Érdekes, hogy Jézus nem azt mondja neki, hogy menj előbb, házasodjatok össze a házasságkötő teremben, aztán gyere vissza. Hanem messiási szolgálata alatt először ennek az asszonynak jelenti ki, hogy ő személyesen a világ üdvözítője, a messiás. Mi a helyzet Pál apostollal? Úgy tudja, hogy jót csinál, találkozik Jézussal a damaszkuszi úton, és Jézus nem mond neki semmit, hogy mit kell tegyen az üdvössége érdekében, hanem azt mondja, menj be a városba, és ott majd megmondják neked. El tudjátok ezt képzelni, hogy Jézusnak van egy egyedi lehetősége elmondani ennek a nagy embernek, hogy mit tegyen, és nem teszi meg.
hanem azt mondja, hogy menj be a városba, ott az én képviselőim majd elmondják, és rábízza Anániásra, hogy majd Anániás vezesse Pált Jézus Krisztushoz. Mi a helyzet a Latorral a kereszten? Hány és hány ilyen esetet tudunk felsorolni az Új Szövetségből, ami a megtérés útját írja le? Ennek a Latornak az élete nem olyan volt, amire büszke lehetett volna, de amikor találkozik Jézussal, akkor megragadja az alkalmat, és azt mondja, én változtatni akarok az életem irányán, én az Isten országa felé, az örök élet felé szeretnék haladni. Nekem Krisztus lenne a mindenem. És Jézus látja benne a hitet, és azt mondja, velem leszel a paradicsomban. A kérdés az, hogy könnyű vagy nehéz ezt megtenni. Jézus azt mondja a korabeli vallásos vezetőknek, mint amilyen én is vagyok, meg lelkésztársaim, jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert megkerülitek a tengert és a földet, hogy egy pogány zsidóvá tegyetek, és ha azzá lett, a gyehenna fiává teszitek őt kétszerte inkább magatoknál. Hogy is van ez? Azért akarunk valakit Jézushoz vezetni, hogy utána olyat kényszerítsünk rájuk, amit mi magunk sem tudunk megtartani. Mi mondjuk meg, hogy mi az üdvösségnek a feltétele, vagy Isten mondja meg. Máté 18.3-ban Jézus azt mondja, bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, semmiképpen nem mentek be a mennyeknek országába. Hogyan mondjuk tehát hitelesen az igazat? Apostolok cselekedetei 4. fejezet 12. verse, és nincsen senki másban üdvösség, mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, amely által kellene nékünk megtartatnunk. Jézus azt mondja János 12.32-ben, és én, ha felemeltetem a földről, mindeneket magamhoz vonzok. A hiteles evangelizációhoz az szükséges, hogy Jézus Krisztust magasra emeljük és engedjük, hogy ő vonzza az embereket saját magához. Pál azt mondja, csodálkozom, hogy attól, aki titeket Krisztus kegyelme által elhívott, így hamar más evangéliumra hajlotok. Holott nincs más, de némelyek zavarnak titeket, és el akarják ferdíteni a Krisztus evangéliumát. De ha szinte mi, avagy mennyből való angyal hirdetne is néktek valamit, azon kívül, amit néktek hirdettünk, legyen átok. Igazán azokat a kérdéseket kell nekünk feltenni, hogy van-e örök életünk nekünk? Ismerjük-e mi Istent? Mert addig, amíg nekünk nincs örök életünk, addig hitelesen nem tudunk senkit örök életre hívni. A repülőgépen a biztonsági utasítások alatt elmondják azt, hogy akkor, amikor a kabin nyomás csökken, akkor a fejünk fölött lévő panelok kinyílnak, és oxigénmaszkok ereszkednek le. Ezeket magunkhoz kell rántani, orrunk szánk takarásával fejünkre illeszteni, és normálisan lélegezni. Elhangzik az utasítások között, hogy előbb magának tegye fel az ember, és utána segítsen a mellette ülőnek. Először nagyon önzőnek tűnt ez az egész utasítás. Aztán utána olvastam, és rájöttem arra, hogy ha nem magamnak tenném fel az oxigénmaszkot először, akkor néhány másodperc után már elájulnék az oxigén hiány és a nyomás különbség miatt, ezért már nem tudnék segíteni a mellettem ülő rászorulónak. Kérdés az, hogy nekünk személyesen van üdvösségünk, vagy nincs. Ahhoz, hogy bizonyságot tegyek, nekem kell személyesen ismernem Istent. Testvéreim, ha mi nem ismerjük Istent, akkor nulla hatékonysággal fogunk bizonyságot tenni róla. János 17.3 azt mondja, hogy az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Ez az ismeret egy életet átalakító ismeret. Ez az, amikor valaki a lehető legintimebb módon ismeri Istent, amiből egy új élet születhet. Jézus azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. És végül a Jelenések könyve
teljesen világossá teszi, hogy az üdvösség 100%-ban Istené. Nem 90% az övé, 10 az enyém, nem 50-50%, nem. 100%-ban az Istené. Jelenés 7:10, és kiáltának nagy szóval mondván, az üdvösség, ami Istenünké, aki a királyi székben ül, és a bárányé. Majd a 19. fejezet első verse, és ezek után hallám, mint egy nagy sokaságnak nagy szavát az égben, amely ezt mondja vala, alleluja, az üdvösség, és a dicsőség, és a tisztesség, és a hatalom az Úré, ami Istenünké. Hát nem fantasztikus ez? Valaki hozzám jött nem régen, és azt mondta, hogy János, milyen jó neked, mert hogy olyan sok embert vezettél Jézus Krisztushoz, és sok csillag lesz a koronádban. Úgy elgondolkoztam ezen, és el is mosolyodtam, és azt mondtam, hogy hát ez engem abszolút nem érdekel. Szóval, hogy nem érdekel? Hát tele lesz csillaggal a koronád. Mondom, azért nem érdekel, mert körülbelül másfél percig fogom viselni ezt a koronát, ha egyáltalán lesz rá annyi lehetőségem. Ez attól függ, hogy milyen gyorsan jutok el a kaputól egészen az Isten trónjáig. Mert testvéreim, amikor oda kerülünk az Isten trónja elé, és lehet, hogy az ügyeletes angyal a fejünkre teszi a koronát a kapunál, de amikor a trónterembe érkezünk, és hirtelen ránk világlik mindaz, amit Isten tett mi érettünk Jézus Krisztusban, akkor önkéntelenül a kezünk oda megy a koronához, a térdünk meghajlik, letesszük a koronánkat Jézus Krisztus lábaihoz, és azt mondjuk, hogy köszönjük szépen, az üdvösség, a dicsőség, a tisztesség és a hatalom az Úré, ami Istenünké. Hitetni akarunk, vagy hitelesen embereket Krisztushoz vezetni, ez igazán a legnagyobb kérdés. Hajtsunk fejet és imádkozzunk. Istenünk, köszönjük Te neked, hogy a leglényegesebb dolgokról beszélgethetünk. Köszönjük azt, hogy a Te ígéd nagyon világosan elmondja számunkra, hogy az üdvösség 100%-osan a Te hatáskörödben van. Te 100%-osan ajánlod fel az üdvösséget minden bűnösnek. És azt akarod, hogy megtapasztaljuk a Te kegyelmed érintésén keresztül, hogy szükségünk van Te rád. Kérünk tégedet, hogy segítsél bennünket elsősorban átélni, hogy mit jelent a kegyelem. Átélni, hogy mit jelent, amikor Jézus Krisztus felemeltetik az életünkben, és ő válik a legfontosabbá. És lemondunk minden más filozófiáról, és csak Krisztusban képzeljük el az életünket, a jövőnket és az örökké valóságot. Ahogy ezt megtudjuk, abban a pillanatban képesek vagyunk embertársainkat e felé, az irány felé vezetni. És akkor számunkra is a fókuszban mindig Krisztus lesz, mindig Te leszel Istenünk. És azt tudjuk kérni az emberektől, hogy a hitnek koldus kezével csak folyamodjanak Te hozzád, és igényeljék a Te kegyelmedet. Te felemeled őket, megváltoztatod őket, és Te vagy az, aki elvégzed az üdvözítés munkáját mindannyiunk szívében. Urunk, szeretnénk végre elismerni azt, hogy ez a munka a Te munkád. Ezt elejétől kezdve Te végzed, és megtiszteltél bennünket azzal, hogy látható képviselőid lehetünk itt-ott, amikor embereknek épp arra Krisztusra van szükségük, aki bennünk él. Köszönjük Istenünk! Vezess abba az irányba, hogy semmiféle hitetés, semmiféle átverés, becsapás ne legyen abban, amit végzünk, hanem csak tiszta, krisztusi bemutatás. Hadd ragyogjon Jézus Krisztus át a mi életünkön, hogy így a környezetünk is meg tudjon változni, követni tudjon téged. És majd ott, amikor letesszük koronánkat a Te lábadhoz, elismerjük, hogy ez a munka, ez a Te munkád. Köszönjük a Jézus nevében. Amen.